Szoros versenyek és hangos szurkolás volt szombaton a Palicsi tó partján. Az evezős regattára idén a határon túlról és innen 20 klubból több mint 350 versenyző nevezett. A rajtunk az nagyon jól sikerült, már a rajtban az élre tudtunk állni. Utána 1000 méterig nyomtuk, hogy növeljük az előnyünket, aztán egy picit visszavettünk, hogy ne fáradjunk ki annyira és tartalékoljunk a döntőre. Taktikus, szemimo, nekoda sem veszom maximálno pre 1000 metara. Kasnije kad sam jedo da sam ispred osnovnih veznača, malo sam smirio broj, to jest broj zavesna je u minuti, malo sam pustio vodu, to je opet bilo malo guranje dalje vode, da me ne bi neko stigao, naravno. A Vojvodina Open elnevezésű nemzetközi evezős verseny Vajdaságban minden évben az egyik legnagyobb sportesemény. A szervezőknek ezért sosincs könnyű dolguk. Az idén valamennyivel kevesebb versenyző van, egy 70-80-nak kevesebb, pár magyar klub lemondta, de akkor is körülbelül 400 körül vagyunk a fővel, akik versenyeznek. Hát, hogy mondjam, szervezés elég komplikált, sikerült mindent időben befejezni, úgyhogy remélem, hogy az idő ilyen marad, és akkor verseny jó lesz. Palicson 53. alkalommal szervezik meg az evezős regattát. Az idei versenyre Magyarországról, Horvátországból, Bulgáriából és Szerbiából érkeztek a versenyzők. A futamok vasárnap is folytatódnak.